Már nagyon régen szerettem volna foglalkozni ezzel a témával, és végre eljött az idő, úgyhogy ebben a sorozatban meg fogjuk nézni, hogy mi az, amit a 10 parancsolatról megtudunk, megvizsgáljuk külön-külön minden egyes parancsolatot, és megnézzük azt, hogy ki lehet-e deríteni többet egy alaposabb kutatás során, mint ami a felszínen értelmezhető, és amit a legtöbb ember általában gondol a 10 parancsolatról. Úgyhogy ez a sorozat erről fog szólni, és remélem, hogy mindenki legalább annyira hasznosnak fogja találni, mint amennyire számomra az volt. Mindaz az információ, amelyet e videó sorozat elkészítése során összegyűjtöttem. Ez a parancsolat, a következő pedig nem más, mint a harmadik, és ez egyike azon kettőnek, ami talán a legellentmondásosabb és a legtöbb problémát okozza az embereknek, annak ellenére, hogy nagyon egyszerű. Ez pedig így szól, ez Semot második Mózes 20-as fejezet, 7-es vers. Jahuának, a te hatalmasságodnak nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt Jahu büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Ha ugyanezt megnézzük 5 Mózes Teberim 5-ös fejezetben, akkor ott annyi a különbség, hogy ez a 11-es vers lesz, Jahuának, a te hatalmasságodnak nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt Jahu a büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Az érdekesség ebben az, hogy egyértelművé teszi kétszer, hogy a nevéről van szó. Nevét hiába felnevegye valaki. Még akkor is, ha azt gondoljuk, hogy, vagy úgy hisszük, hogy ez arról szól, hogy ne káromolja valaki a nevét, vagy ne használja a nevét fölöslegesen, akkor is szemet kell, hogy szúrjon neki az, hogy a neve nincs benne ebben a mondatban. És amennyiben azt állítja valaki, hogy ő követi a 10 parancsolatot, akkor nincs olyan, hogy a nevet nem használja, vagy a nevet nem tudja. Hiszen arról van szó, hogy hiába ne vegye fel, arról nincs szó, hogy ne használja. Sőt, megmutatom azt, hogy felszólít mindenkit arra, hogy tudja, és hogy használja. És így szól Jahusák Hamásiák, ez pedig nem más, mint Jahu Máté 6-os fejezet, ugye a mi atyánk a 9-es versben, ti azért így imádkozzatok, mi atyánk ki a mennyekben, vagy szenteltessék meg a te neved. Hogyan lehet a nevét megszentelni, amennyiben nem tudjuk a nevét? Hogyan szólíthatjuk meg anélkül? Hogyan imádkozhatunk hozzá? Hogyan alakíthatunk ki egy személyes, belsőséges viszonyt a Teremtővel, amennyiben nem tudjuk a nevét? Ha nem is tudjuk, nem is kutatjuk, nem is érdekel, és megelégszünk azzal, pogány kifejezéseket, mint az Úr vagy az Isten használjunk. Szeretnék mutatni valakit mindenki számára, akit érdekel, ez ugye 7-es vers, 2. Mózes, ez a Semot, 20-as fejezet, ez szintén az, ez blueletterbible.org weboldal, 7-es vers, 2. Mózes. Ugye, ahogy magyarul így szól, az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Az Úr az ugye Lord angolul, a szó, ami az eredetiben a Héberben megtalálható, az Jehova. Tehát nem az, hogy nem tudjuk, hanem pontosan itt van, az Isten helyett pedig Elohim szerepel, ugye, és kétszer is szerepel Jehova a név ebben a fejezetben. Egész egyszerűen csak úgy fordították le számunkra, hogy az Úr szóval helyettesítették a nevét, mert pontosan tudták, hogy az Úr angolul annyit jelent, hogy Lord, héberül pedig ugye Baal. Ezért van az Úr kifejezés itt, és nem Jahua, vagy Jehova, vagy Jávé, ami a Teremtő neve. Egy másik érdekességet is felfedezhetünk, az pedig az, ami ez a szó hiába felneved, illetve itt, hogy hiába felveszi, ez egész másként néz ki az eredetiben. Nézzük meg, hogy mi ez a szó, ez nem más, mint a héber szó. Strong's H7723. Shav.
Sem Ez a rajta. shove kifejezés, ugye, ami annyit tesz, hogy üresség, vagy semmiség, hamisság, hazugság, üres beszéd, értéktelenség. Érdekes az, hogy ez a szó ebből a héber szóból ered. Strong's age, 7722. Show. Show. And second entry. Show-ah. Show-ah. Aminek a jelentése pusztaság, pusztulat, elpusztítás, elpusztítani valamit egy pusztaság, vagy pedig valamiféle vihar. Valamit teljes mértékben lerombolni, elpusztítani, vagy pedig elpazarolni, lerombolni, és egy olyan terület, ami ugye teljes mértékben elpusztult. Átvitt értelemben, ha megnézzük a szó jelentését, akkor báványimádást jelent, vagy bármit, ami hamis, vagy megtévesztő, vagy pedig üresség, semmiség, hazugság, haszontalanság, valami, ami hamisított. Úgyhogy ha így átgondoljuk, hogy mi is az, ami a parancsolat az, akkor láthatjuk, hogy pontosan az, amit itt olvasunk. Amit olvasunk, az, amire felhívta a figyelmet, hogy ne tegyük, ne helyettesítsük az ő nevét, ne hamisítsuk meg, ne pusztítsuk el, ne tegyük üressé, értéktelenné, ne romboljuk le, ne felejtsük el, ne hazudjunk róla. Ez az, amire felhívta a figyelmet. Nem az, hogy nem mondogassuk azt, hogy Úristen, Úristen. Nem is a neve az, úgyhogy teljesen mindegy, hogy ki mit hányszor mondogatja. Az nem a neve. A neve Yahuwah. Vagy Jehova, vagy Jávé, vagy ki melyiket választja. Isten pedig Elohim, vagy Alahim. Mind a kettő pogány kifejezés erre hívja fel a figyelmet, hogy ezt ne tegyük pontosan, ami történt. Ne helyettesítsük az ő nevét más pogány, bávány nevekkel, mint Baal, ami az Úr héberül. Hamarosan mindenki számára nyilvánvaló lesz az, hogy nem csak, hogy használnunk kell a nevét, hanem benne, hogy is tudnunk kell a nevét, hanem hogy benne van abban az írásban, abban a Bibliában, amit állítólag mindenki használ nap mint nap, nem is egy helyen. És ez pedig Tehelim, Zsoltárok 83-as fejezet, 13-astól így szól. Akik ezt mondták, foglaljuk el maguknak Elohim hajlékait. Ó, Elohim, tedd olyanokká, mint a porfelhő, és amilyen a polyva a szél előtt. Olyanokká, mint a tűz, amely meggyújtja az erdőt, és mint a láng, mely elégeti a hegyeket. Így kergesd őket, te szélvészeddel és forgószereddel, így rettensd őket. 17. Töltsd el orcájukat gyalázata, hogy keressék, ó Jahuwah, a te nevedet. Szégyenüljenek meg, és rémüljenek el örökké, piruljanak el, pusztuljanak, hogy megtudják, hogy te, akinek neve Jehova, egymagad vagy, felséges az egész földön. Úgyhogy többek közt 83-as Zsoltárok tartalmazza a nevet, és ugye azt mondja, hogy azért büntess őket, hogy keressék a nevét, és azért, hogy megtudják, hogy te, akinek neve Jehova, vagy Jahua, vagy Jávé, egymagad vagy felséges az egész földön. Itt van, elárulja, hogy ez a cél, hogy ez a feladatunk, ugyanúgy, ahogy a 10 parancsolat megköveteli, de ugyanúgy, ahogy a következő versek, amiket bemutatok, meg fogják mutatni. Akkor miért harcol mégis mindenki azért, hogy a pogány kifejezéseket, mint Úr vagy Isten használhassa? Ez pedig Ézsaiás, Jesiáhu 26-os fejezet, 3-as vers így szól. Kinek szíve reán támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik. Bízzatok Jahuában örökké, mert Jahuában, Jehovában örök kőszálunk van. Mert meghorgasztál magasban lakozókat, a magas várost megalázza azt földig, és a porba dobta, lábtapodja azt a szegény lábai, a gyöngék talpai, azért, mert ők rátámaszkodnak, és benne bíznak, és az ő nevében, ami Jehova, Jávé, vagy Jehua, vagy ki mit választ, de semmiképpen sem az Úr. Benne bíznak, ezért ők azok,
akik a végén győzelmeskednek. Az igaznak ösvénye egyenesen készíted az igaznak útját, hiszen az igaz tudja a nevet, hiszen az igaz kikutatja azt és használja azt. Úgy, ahogyan a 10 parancsolatban azt neki Jahua megparancsolta. Következő pedig Zsoltárok Tehelim 68-as fejezet, ami így szól, második vers. Felkél Elohim, elszélednek ellenségei, és elfutnak előle az ő gyűlölői. Mint a füst elszéled, úgy széleszted el őket. Amint elolvad a viasz a tűz előtt, úgy vesznek el a gonoszok Elohim előtt. Kik a gonoszok? Gonosz ugye az, aki nem követi Jahua törvényeit, parancsolatait, az ő instrukcióit adta rá. Erről számtalanszor szó volt már korábban. A gonosz nem valamiféle világi értelmezése ennek a kifejezésnek, hanem az, amit Jahua meghatározott, és azt az írásban találhatjuk meg. A gonosz pedig az, aki nem az instrukciók szerint él. Négyes, az igazak pedig örvendeznek és vigadnak Elohim előtt, és újonganak örömmel. Kik az igazak? Akik viszont a Tora szerint élnek, akik úgy élnek, ahogyan azt ő megparancsolta. Ötös, énekeljetek Elohimnek, zengedezzetek az ő nevének. Az ő neve nem lehet Úr, nem lehet Isten, hiszen ezek köznevek. Az ő nevének kell zengedezni, nem pedig az ő karakterének, az ő nevének. Én értem azt, hogy ez a kifejezés, hogy név jelentheti azt is, hogy karakter, azonban a lényeg az, hogy ez esetben a nevét jelenti. Honnan lehet azt tudni? Hiszen leírja, csináljatok utat annak, aki jön a pusztákon át, akinek Jah a neve, és örüljetek előtte. Ez egy parancsolat, mindenkinek egyértelmű kell, hogy legyen. Énekeljetek Elohimnek, zengedezzetek az ő nevének, akinek a neve Jah. Az ugye természetesen a rövidítése a Jahuának, vagy a Jávének, vagy a Jehovának. És örüljetek előtte. Ez az, amiről Dávid ír Tehelim Zsoltárok 68-as fejezetben. Tehát nem csak, hogy tudjuk a nevét, hiszen le van írva ebben a könyvben, hanem énekelni, zengedezni kell, és dicsérni kell a nevét, hiszen különben hogyan is juthatna el hozzá. Nyilvánvalóan megérti, tudja, hogyha az ember nem jutott el olyan szintre, hogy birtokában legyen annak a tudásnak, hogy mi a név, akkor az más elbírálás alá esik. Azonban, aki látja, hogy le van írva, ennek ellenére a pogány szavakat használja, annak nem lesz mentsége. Még egy érdekességre felhívnám a figyelmet, itt ez Ézsaiás Jáhu 12-es fejezet, így kezdődik. És így szólsz a ma napon, hálákat adok néked, ó Jahua, mert jól lehet haragudtál rám, elfordult haragod, megvigasztaltál engemet. Ímé Elohim, az én szabadítom. Bízom, nem félek, mert erősségem és énekem Jahua. Jahua és lőnékem szabadítom. És örömmel merítetek vizet szabadító kút fejéből. Ez a szó az Úr mind a kétszer Jehova. Az érdekesség az, hogy az angol verzióban, ami ugye a King James verzió, ott Jehova szerepel ugyanitt. A második versben. Ímé Elohim az én szabadítom, bízom, és nem félek, mert erősségem is énekem Jehova. Jehova lőnékem. Szabadítom. És ez a szó. Jehova. Itt ugye természetesen Jahua, Jehova, vagy Jávé, ki melyiket választja, azonban az angol verzióban is szerepel az egyik helyen az eredeti. De nem csak ott, hanem második Mózes sem ott, 6-os fejezetben szintén szerepel. Második vers így szól. Elohim pedig szól a Mósának, Mózesnek, és mondané ki, én vagyok Jahua. Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak úgy jelentem meg, mint mindenható Elohim, de az én nevemen nem voltam előttük ismeretes. Természetesen volt, tehát ez nem egy kijelentő mondat, hanem kérdő mondatnak kell, hogy legyen. Hiszen honnan tudjuk, hogy a lényeg az, hogy itt a neve ismét, hogy az én nevem Jehova, vagy Jávé, vagy Jahua, és ez még az előtt van, hogy a 10 parancsolatot adja. Már tudták a nevét, ugyanúgy, ahogy nekünk tudnunk kéne, és nem pedig azt mondani, hogy ez nem fontos, vagy nem számít, vagy ő tudja, vagy Úr, vagy Isten, vagy azt használunk, amit akarunk. A lényeg az, hogy tudjuk a nevet, le van írva az írásban, ezért kell használnunk. Azonban a kérdés az, hogyha itt azt mondja, hogy nem volt előttük ismeretes,
akkor hogy lehetséges az, hogy Beresít 1 Mózes 22-ben így szól, 13-as is felemeli Ábrahám az ő szemét, és látta, hogy ímé háta megett, egy kos akadt meg a szarvánál fogva a szövevényben. Ez ugye, mikor Izsákot fel kell áldoznia. Oda méne tehát Ábrahám, elhozza a kost, és azt áldozá meg égő áldozatul az ő fia helyett. És nevezi Ábrahám annak a helynek a nevét Jehova Jirinek. Azért mondják ma is Jehova hegyén a gondviselés. Akkor miért nevezte Jehova Jirinek, hogyha nem tudta a nevét? Azért, mert pontosan tudta. De haladjunk tovább, és nézzük meg Zsoltárok Tehelim 9-es fejezetet, ahol a 9-es vers így szól. És ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. Megítéli a világot igazsága, mi is az igazság? Maga a törvény. Ezért mondja, hogy törvényt tesz a népeknek méltányosan. Mindenkinek úgy, ahogyan élt, ahogyan cselekedett. Nem úgy, ahogy gondolkodott vagy beszélt, hanem ahogyan a hite megnyilvánult. Igazság azonos, vagyis szinonimája az ő instrukcióinak, a Torának. Ez a lényege az igazságnak. Törvényt tesz a népek között. 10-es, és lesz Jahua nyomorult a kővár, a kővár a szükség idején. Ő az, akihez az ember fordul, amikor bajban van, vagy amikor nincs. Mindig Jahua az, akit az embernek keresnie kellene. Akihez segítségért fordult, akinek köszönetet mond, ha úgy megy a sorsa. 11. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Jahua, akik keresnek téged, akik keresik őt, azok meg fogják találni a nevet, és rájönnek arra, hogy nemhogy fontos, hanem egy következő szintre emeli a teremtővel való viszonyát, hiszen sokkal belsőségesebb a viszony, hogyha az ember a nevén tudja szólítani a teremtőt. És amennyiben ő felhívja erre a figyelmet úgy, hogy a 10 parancsolatba is belerakja, akkor kik vagyunk mi, hogy azt mondjuk, hogy ez nem fontos. Ugyanarra szólít fel a 12-es versben, mint korábban, zengjetek Jehovának, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Úgy tudjuk hirdetni pontosan, ha ismerjük a nevét, és elmondjuk mindenkinek, hogy ez az ő neve, ez az egyetlen Elohim, aki teremtette az eget, földet és mindent benne. Ő az egyetlen, akihez mindenkinek fordulnia kellene, aki életet akar itt és a következő királyságban. Ha nem ismerjük a nevét, ha azt mondjuk, hogy nem fontos, akkor az régen rossz. Ha nem ismerjük, akkor pedig ki kell kutatnunk a nevét. Mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásán. Nézzük meg 91-es Zsoltárok, Tehelim 91-es fejezet. Egy újabb ok arra, hogy ismerjük a nevét. 11-es így szól, mert az ő angyalainak, Malakimnak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Ki is ez? Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed a lábadat a kőbe. Ugye a tenyerén hordozzák az angyalok, a Malakim. Oroszlánon, áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. És még mindig megy tovább ez az ember. Hogyan lehetséges egy 14-es, mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Úgyhogy ismerni az ő nevét, és úgy fordulni hozzá, az egy egész más dimenzió. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem, és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat, mert ismeri az én nevemet. Mert segítségül hív engem. És hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki a szabadításomat. Azért, mert ismeri a nevét. Természetesen ismernünk kell a karakterét, az instrukcióit, aszerint élni, gondolkodni, beszélni, azonban a név ennek szerves része. Nem véletlenül található meg a 66 könyvben, mint egy 7000 alkalommal. És mindannyiszor, legalábbis majdnem mindannyiszor át van írva Úrra. Hiszen az ellenség tudja pontosan nem csak azt, hogy ez fontos a Teremtőnek, hanem azt is, hogy a névnek különleges ereje van, és egy másik fajta
viszonyt tarthat fenn az ember Jahuával, a Teremtővel, amennyiben ismeri a nevét. Néhány nagyszerű verset olvashatunk Első Királyok, Malakim Alef 8-as fejezetben, a 39-es vers így szól. Te hallgassd meg a mennyekből, a te lakhelyedből, és légy kegyelmes, és cselekedd azt, hogy kinek-kinek fizes az ő utai szerint. Ugyanezt mondja Jahusá Hamásiák a megváltó. Eljövök és megfizetek mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Semmit nem változott a könyv üzenete. Az elsőtől az utolsó lapig egy és ugyanaz. Kövesd az instrukciókat, a Torát, teljes szívedből, teljes lelkedből, és el fogsz jutni a királyságba. Ugyanerről ír itt is. És amint megismerted az ő szívét, mert egyedül csak te ismered minden embernek a szívét. Ezek szerint az ember sem ismeri a sajátját, ugye erről ír Jeremiás. De ez egy másik történet. 40-es így folytatja, hogy féljenek téged, mind éltig, míg a földnek színén lakoznak, amelyet adtál a mi atyáinknak. Sőt, még az idegen is, aki nem a te néped, mindenki a világon, az Izrael közül való, aki nem a te néped az Izrael közül való, ha eljövén messze földről, miért? A te nevedért. Mert meghallják a te nagyságos nevedet, és a te hatalmas kezedet, kinyújtott karodat, és eljövén imádkozán e házban. Akkor hogyan mehet valaki oda, ha nem tudja a nevet, de nem csak, hogy nem tudja, nem is érdekli, sőt, azt mondja, hogy nem fontos. Vagy teljesen mindegy. Vagy ő meghallgat így is, úgy is. Mikor itt azt mondja, hogy még az idegen is, aki nem a te néped, az Izrael közül való, ha eljövén messze föl a te nevedért. Mert meghallják a te nagyságos nevedet. És eljövén imádkozán e házban, ugye a Huának házában. És akkor a 43-as vers így szól, te hallgasd meg a mennyekből, a te lakhelyedből, és add meg az idegennek mindazt, amiért könyörögnéket, hogy mind az egész földön való népek megismerjék a micsodát, a te nevedet. És féljenek úgy téged, miképpen a te néped, Izrael. És ismerjék meg, hogy a te nevedről neveztetik ez a ház, amelyet én építettem. Egyszerűen nem lehet megkerülni a dolgot. Akármennyire is szeretné az ember, hogy ez mind a karakterére vonatkozik, hogy ez csak átvitt értelemben, hogy ez az Úr, meg ez az Isten, vagy akármi. Ez egy névről szól, hogy az ember tudja, hogy mi a neve. Természetesen úgy fog élni, és az instrukciói és az ő karaktere szerint él, azonban nem véletlen az, hogy ennyiszer felhívja a figyelmünket arra, hogy ismerjük az ő nevét. Mellesleg ez mind az idegenről szól, arról, aki nem Izrael népe, aki nincs benne, aki nem a vér szerint való Izrael. Szóval ezek a sorok őróluk szólnak, ő értük imádkozik. 44-es, ha a te néped hadba megy ki az ő ellensége ellen, az úton, amelyen te küldöd el, és imádkozándék Jahuához, az úton-e város felé, amelyet te magadnak választottál, és e ház felé, tehát úgy imádkozik, hogy arra fordul, amelyet építettem a te nevednek. Hallgasd meg a mennyekből az ő imádságokat és könyörgésüket, és szereznékik igazságot. Azért, mert Jahuához fordultak, és az ő nevéhez imádkoztak, ahhoz annak építették a templomot, illetve a magát a úgymond palotán. Zsoltárok Tehelim 105, első vers így szól. Magasztaljátok Jahuát, hívjátok segítségül az ő nevét. Hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszéljétek el minden ő cselekedeteit. Dicsekedjetek az ő szent nevével. Örvendezzen azoknak szívök, akik keresik Jahuát. Hogy lehetne ez az ő karaktere? Hogy lehetne ez az ő parancsolatai? Hívjátok segítségül az ő parancsolatait, vagy karakterét? Dicsekedjetek az ő szent karakterével, vagy a szent törvényeivel?
Hirdessétek az ő cselekedeteit úgy, hogy hozzácsatoljátok a névhez, hogy mindenki tudja, hogy kiről van szó. Ez az ember feladata, hogy elterjessze azt, hogy ismerjük a nevét, tudjuk, hogy ki ő. Ő az, aki a földet, az eget és mindent benne teremtett. Ő az egyetlen élő Elohim, aki uralja ezt a világot. És a mi feladatunk az, hogy elbeszéljük az ő cselekedeteit azoknak, akiket érdekel, hogy megismertessük az ő nevét a világgal. Ez az ember feladata. Ezzel szemben akkor vajon az emberek túlnyomó többsége mit csinál, amikor azt mondja, hogy ez nem fontos, vagy nem kell tudnunk, vagy nem tudhatjuk, vagy nem használhatjuk, vagy nem érdemeljük meg. Pontosan azt csinálja, amire felhívja a figyelmet a harmadik parancsolatban. Ne tegye semmissé, üressé, értéktelenné, ne pusztítsa el, és ne hazudjon, hogy nem tudjuk, vagy nem fontos, mikor ő megmondta, hogy neki fontos. Ézsaiás, Jesiáhu, 52-es fejezetben így szól az 5-ös vers. És most mit tegyek? Szól Jahúva, hiszen népem elvitetett ok nélkül. És a rajta uralkodók újonganak, szól Jahúva, és nevem szüntelenül minden nap gúnyoltatik. Ugyanúgy, ahogy a mai napig. A népe elfelejtette, hogy ő ki, és az egész világ elfelejtette a nevét, és lecserélte azt a nevet pogány kifejezésekre úgy, mint Úr vagy Isten, ami nem más, mint Beál magyarul. A neve szüntelen minden nap gúnyoltatik ezáltal. Hogy nem használjuk, hogy azt mondjuk, hogy nem fontos, hogy nem számít, hogy az valamiféle Úr vagy Isten, vagy mit tudom én micsoda. Hatos, ezért hadd ismerje meg a népem az én nevemet, ezért am a napon, hogy én vagyok, aki mondom, ímé itt vagyok. Hiszen ha megismeri a nevét, akkor könnyebb visszatalálni hozzá. Akkor tudja pontosan, nem véletlenül van neve mindenkinek és mindennek. Még az ember hörcsögének is van neve. Sokaknak még az autójának is van neve. Vagy a cipőinek. Akkor miért ne lenne a teremtőnek neve? Különösen úgy, hogy 7000-szer le van írva, és több százszor figyelmeztet arra, hogy ez neki fontos. Többek közt itt is. Akkor hogy mondhatjuk mi azt, hogy ez nem fontos? Hogy őt nem érdekli? Mikor ő megmondta, hogy az? Ez pedig Jeremiás Jeremiahu 10-es fejezet 24-es vers Ica. Fenyíts meg engem, Jahua, de mértékkel, nem haragodban, hogy szét ne morzsolj engem. 25-ös. Önts ki haragodat ama nemzetekre, amelyek nem ismernek téged, ugye ezek a pogányok, és azok az izraeliták, akik nem a törvények szerint élnek, nem az instrukciókat Torah szerint élnek, ők azok, akik nem ismerik. Mindazok, akik azt mondják, hogy ők ismerik, és nem a törvények szerint élnek, azok valójában nem ismerik. És hiszen ő a törvényekből ismertetik meg. És ama nemzetségekre, amelyek nem hívják segítségül a te nevedet, hogyan jelentheti ez itt az ő karakterét, vagy az ő törvényeit? Hogyha elmondja azt, hogy azok, akik nem ismernek, mikor tudjuk, hogy a nem ismernek azt jelenti, hogy nem követik a parancsolatait, azok a nemzetségek, amelyek nem hívják segítségül a nevét, és nem a törvények szerint élnek. Mert megették Jákobot, bizony megették őt, elemésztették őt, lakhelyét elpusztították. És azokra a nemzetekre fog a haragja kiömleni, akik nem ismerik a nevét, és akik nem ismerik őt, az ő karakterét. Két külön dolog. Az egyik azok, akik nem ismerik őt, a másik, akik nem hívják segítségül a nevét. Ha nem tudja valaki a nevét, akkor nem tudja segítségül hívni. És egyáltalán nem arról van szó, hogy amennyiben az ember nem tudja, akkor nem juthat el hozzá, vagy nem hallgatja meg, vagy nem szereti, vagy akármi. A lényeg az, hogy mindenki felelős azért, amit tud. Amennyiben eljut hozzá az információ, akkor egy döntést kell meghoznia. Ha elhiszi azt, hogy nem fontos, nem tudhatjuk, nem használhatjuk, nem érdemeljük meg, akkor
az az ő döntése, ha pedig használja, azt meg szintén az ő döntése, és majd vállalja a következményeket azért, amit tudott. Szintén Jeremiás, ez a 16-os fejezet, csinálhat-e az ember magának hatalmasságokat, hiszen azok nem hatalmasságok, azaz Istenek. Azért ímé megismertetem velük az ezúttal, megismertetem velük az én kezemet és hatalmamat, és megtudják, hogy Jahua az én nevem. Már hanyadjára mondja el, hogy Jahua az ő neve. Megismerteti velük az ő kezét, az ő hatalmát, azaz az ő karakterét, és az emberek megtudják, hogy Jahua az ő neve. Mert a név számára fontos. Hiszen így ismeri meg a világ, így tudja meg a világ, hogy kiről van szó. Hogy arról a Jahuáról, arról az Elohimről van szó, aki teremtette az eget, a földet, és mindent benne. Ő az, aki uralkodik, ő az, aki ez az egész föld, ahol mi élünk, és minden, ami azon van. Zsoltárok Tehelim 102-es fejezet, így szól a 14-es vers. Te kelj fel, könyörülj Sionon, mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idő. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit, és a porát is kímélik. És félik a népek Jahuának nevét. És a földnek minden királya a te dicsőségedet. Mivel hogy Jahua megépítette a Siont, megláttatta magát az ő dicsőségében. Úgyhogy azért könyörög itt Dávid, hogy könyörüljön meg Sionon, azért, mert megszenvedett már, és azért, mert az idő eljött, hogy megkönyörüljön rajta, és enyhítse az ő szenvedéseiket. Azért, mert az ő szolgái kedvelik még a köveit, és még a porát is kímélik annak a helynek. Mert félik a népek Jahuva nevét. Hiszen ismerik a nevét, és félik, és tisztelik. És ezt hirdetik a világon. Végezetül pedig még Jelenések könyve, Higelő, 15-ös fejezetben is olvashatunk erről, hogy a név fontos. Harmadik vers így szól, és éneklik vala morsának Mózesnek, Elohim szolgájának énekét. És a báránynak énekét ezt mondván, nagyok és csodálatosak a te dolgaid, ó Jahua Elohim, igazságosak és igazak a te útaid, ó szentek királya. Természetesen a probléma abból adódik, hogy itt a Szent Háromság belekeveredik, és ugye általában az emberek egynek veszik a megváltott és Jahuát, az atyát, illetve a fiút, úgymond egynek veszik, és azt gondolják, hogy maga a fiú, az az atya a földön. Természetesen ez nem így van. A lényeg azonban az, hogy ebből adódik a félreértés, és az, hogy ugye ezek a pogány kifejezések egyaránt vonatkoznak Jahusaha másiákra, illetve Jahuára, az atyára is. Azonban a négyes vers az érdekes számukra. Ki ne félne téged, Jahua? És ki ne dicsőíteni a te nevedet? Mert csak egyedül vagy szent, azaz, ugye kiválasztott, vagy elválasztott, külön választott. Mert eljönnek mind a pogányok, és lehajolnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek. Úgyhogy előbb vagy utóbb a világnak el kell fogadnia azt, hogy a Hua az egyetlen Elohim, aki mindent teremtett és uralkodik mindenen, és az ő dicsőségét kellene hirdetnie mindenkinek azzal, ahogy viselkedik, ahogy gondolkodik, ahogy beszél, ahogy az embertársaihoz viszonyul, és ez a szeretet az, amire tanítanak az ő parancsolatai, és az az ő karaktere, ami az ő nevében nyilvánul meg. Aki nem tudja a nevét, az egész egyszerűen csak kimarad ebből. De a lényeg az, hogy aki nem is keresi, vagy aki tudja és nem használja, azért, mert elhiszi azt, amit az emberek mondogatnak, a hagyományt, az megfosztja magát egy nagyon fontos elemtől,
abban az úgymond puzzle-ben, amit Yahuwah összerakott számunkra, hogy kikutassuk azokat az információkat, amik elvezetnek hozzá. Szándékosan rejtette el ezeket a dolgokat, hogy csak azok találják meg, akik igazán keresik, és akik hajlandóak a végsőkig elmenni ezekért az igazságokért. És a név ennek egy fontos része. Mint mindig, most is azt javaslom mindenkinek, hogy nézzen utána ezeknek a verseknek, olvass el a szövegkörnyezetben őket, akár az egész fejezeteket, szálljon időt arra, hogy kiderítse mindazt, amit ki lehet deríteni ezekből a fejezetekből, a névvel kapcsolatban, és bármi mással kapcsolatban, hiszen nem lehet tudni, hogy Yahuwah, a Szent Szellem, a Ruach HaKodesh segítségével hova vezéli az embert, és mire tanítja éppen. Azonban az szerintem vitathatatlan, hogy a nevet tudjuk, a nevet tudnunk és használnunk kell, hiszen ez az, amire minket utasított Yahuwah Elohim. Szóval remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót, és mindenkinek a legjobbakat, halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!